Kiemelt ügyként kezeli a kormány az utóbbi években a hazai kerékpárút hálózat fejlesztését. Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos hangsúlyozta, hogy a 21. században a bicikli és a kerékpározás térnyerése folyamatos, nem csak a világon, hanem Magyarországon is. Éppen ezért egyre komolyabb fejlesztéseknek lehetünk tanúi. Az elmúlt évben 6 milliárd forintot fordítottak erre a célra, idén pedig mintegy 14 milliárdból épülhetnek új útszakaszok. Ami a tavalyi évnek a leglátványosabb projektje volt a kerékpárutak szempontjából, az a Tiszaszüred és Poroszlók között 3,3 milliárd forintból megvalósuló kerékpárút szakasz, ez egy majdnem 7 kilométeres kerékpárút volt. Nem is ez az, ami miatt különleges ez a szakasz, hanem a kerékpáros hidak, amelyek ezen a 7 kilométeren épültek, illetve a jelentősége is nagy ennek a projektnek, hiszen a Tiszatavat ezáltal lehet körbekerülni turisztikai szempontból. Azt gondolom, hogy nagyon nagy vonzereje van annak, hogy befejeztük ezt a beruházást. A kerékpáros hidak azt gondolom, hogy gyönyörű, íves kialakítást kaptak, és a tervezés, illetve a kialakítás során nagyon fontos volt, hogy környezetbe illő, tájba illő képet kapjanak ezek a műtárgyak, illetve hogy illeszkedjenek a már meglévő vasúti és közúti hidakhoz is. A Tokaji Erzsébet királyné hidat több ütemben újítják fel és szélesítik ki. A munkálatok egy részével már elkészültek 2020. decemberében. A harmadik ütem a hét elején kezdődött a rakamazi oldalon, amely várhatóan 2021. április közepéig fejeződik be. Ekkor el fogják bontani és újjáépítik a tokai körforgalmat, ezért majd itt is félpályás forgalomkorlátozást fognak bevezetni, de ennek a pontos időpontjáról fogjuk tájékoztatni majd a környéken élőket, a közlekedőket. Jelen pillanatban még nem tudok ennél pontosan időpontot mondani. Ez az egyik, ami már folyamatban lévő beruházás, és ugye a megyét érinti. A másik pedig a Tokaj hegy alján a Tokaji körkerékpáros útvonalnak a megvalósítása, amelynek a kivitelezési munkái az idei év második negyed évében kezdődhetnek meg. Ez a beruházás területileg ugye Borsod-Abaúj Zemplén megyét érinti, arányaiban a szabolcsiak használják. Nyíregyházától induló Tokajig tartó kerékpárút szakasz várhatóan 2022-re új szakasszal bővül, amely turisztikai szempontból még vonzóbbá teszi a térséget. A hamarosan megépülő fejlesztéssel egy 52 kilométer összefüggő kerékpárút jön létre Nyíregyháza-Tokaj-Bodrogkeresztúl-Tarcal útvonalon, mondta Kis Boglárka szóvivő híradónknak.